Szép jó napot kívánok! Köszöntöm a Telesúli Történelem órájának a résztvevőit. Ha jól tudom, akkor az elmúlt történelem órán az ókorról volt általánosságban egy óra, és a mai napi témánk az a római birodalom lesz ennek is tulajdonképpen a politika története, illetve a terjeszkedése. A római birodalomnak a története, illetve maga az ókor az szorosan összefügg, ugyanis Európában a Római Birodalom alapításától számolják az ókornak a kezdetét, illetve a nyugatrómai birodalomnak a bukásától számolják az ókornak a végét. A római birodalmat hagyomány szerint Időszámításunk előtt 753-ban egy testvérpáros Romulus és Remus alapította a Tibéris folyó partján, és ekkortól kezdődően beszélhetünk, beszélhetünk Rómáról, mint településről, mint városról. Magának Rómának megvannak a saját maga történeti korszakai, az első a királyság korszaka, Gyerekeknek, szoktam mondani, hogy ekkor a királyok vezették Rómát, a következő a köztársaság korszaka, amikor választott vezetők vezetik Rómát, illetve a harmadik a császárság kora, amikor a császárok vezetik Rómát, császárságnak magának megvan a két maga kisebb korszaka, az egyik a principátusnak az időszaka, és a másik a dominátusnak az időszaka, de ezekről majd későbben picit bővebben. Első történeti korszaka a Rómának, ez a királyság korszaka, ahogy említettük, Akkortól számoljuk romában a királyság korszakát, amikor is Romulus meggyilkolta testvérét Rémuszt a hagyomány szerint, és ezáltal ő lett Rómának az első királya. A királyság korszakát is két kisebb egységre oszthatjuk, az első a latin szabin parasz királyoknak az időszaka, összesen Romulussal együtt négy királyról beszélünk, illetve a második az etrusz királyoknak az időszaka, ugyanis az etruszk hódítással egyetemben Rómát meghódították az etruszkok, és az utolsó három király az etruszk származású volt. Királyság korszakában elkezdődik Rómának a társadalmi szerveződése, a rétegződése, kialakulnak a társadalmi osztályok, az első a patriciusok, ők voltak azok, akik maga a réteg lovas nemességként jött létre, a leggazdagabb hagyományos földművelő családok fejeiből, és ők adták az uralkodónak a lovas kíséretét. Következő kategória a kliensek, ők a legyőzött szabad népekből kerültek ki. A harmadik a plebejusok, ők adták a római népnek a legjobbát, a legtöbbet közülük, és mint bármelyik ókori civilizációban, illetve társadalomban a társadalmi ranglétre legalján a rabszolgák álltak. Ugyancsak a királyság korszakában kezdődik el a Rómában a közigazgatási fejlődés, amelynek a tetején a király állt, amely gyakorlatilag minden kormányzati tevékenység az ő kezében összpontosult. Király mellett állt a szenátus, úgymond a védektanása, illetve a népgyűlések. Külön volt a patriciusoknak is, illetve külön a plebajusoknak is volt népgyűlése. Következő korszak az a köztársaság korszaka, ugyanis időszámításunk előtt 509-ben az utolsó Etrus királyt, Lucius Tarquinius Superbus-t elűzték, ugyanis a görög zsarnokokra jellemző hatalmi megnyilvánulásai voltak, patriciusok összefogtak ellene, és a királynak menekülnie kellett. Ettől kezdve a Római köztársaság az jelentősen az köré, az arisztokrácia köré épült, ezután fog kiépülni az a bizonyos arisztokratikus köztársasági államrend, amely Rómát jellemezte egészen augusztus császár korszakáig. A király helyét és minden funkcióját a két konzul veszi át, majd idővel kialakul a többi hivatalnokok, a többi magisztrátusok. Magisztrátusok között különbséget kell tennünk, voltak időszakos kinevezéssel járó hivatalok, illetve állandó hivatalok. Legfontosabb időszakos kinevezéssel járó hivatal az a diktátori hatalom volt, Rómában veszély esetén diktátort neveztek ki, előre megszabott időtartamra, és korlátlan hatalommal. Másik jelentős, másik jelentős funkció az a néptribunus volt, ugyanis a teljes köztársasági időszak alatt folyamatosan hatalmi és társadalmi harcok, illetve ellentét zajlik a patriciusok és a plebejusok között. Patriciusok igyekeztek korlátozni a plebejusokat abba, hogy tisztségeket kapjanak, illetve megnövekedjen a hatalmuk, viszont a plebejusok adták a római hadseregnek a legjavát, éppen ezért teljes, teljes időszak alatt Ellentét van közöttük. Azon kívül lényeges, lényeges tisztségek voltak még a prétorok, a cenzorok, a kvesztorok, az ediliszek, illetve a Római Köztársaság terjeszkedésétől kezdődően a provinciáknak, az új tartományoknak a helytartói. Róma terjeszkedése az a köztársaság időszakában kezdődik el, tulajdonképpen ekkortól indul el Róma azon az úton, amikor is egy kicsike latiumi városkából egy olyan birodalommal növi ki magát, amely magáival mondhatja a teljes földközi tenger medencéjét. Ahhoz, hogy Róma terjeszkedni tudjon, kezdetben szüksége volt ahhoz, hogy kivívja, illetve megőrizze függetlenségét, ugyanis az etruszk királynak, az utolsó etruszk királynak az elő, előzése az későbbi etrusztámadásokat támadásokat is vont maga után. Ezután következett az Appennini félszigetnek, Itáliának a meghódítása, kezdetben a közvetlen környezet Latium, majd következett a szamniszok, majd a dél-Itáliában élő görögöknek a meghódítása, kezdetét veszte Hispániának, az ibériai félszigetnek a meghódítása, és ettől kezdődően Róma ellentétbe került a korszak jelentős birodalmával, a Karthágó központtal működő Punt amelyet későbbiekben három háború útján sikerült kezdetben meggyengítenie, majd elfoglalnia, és végül teljes egészében megsemmisítenie is. Ezután következett a görög világ hellenisztikus államainak a felszámolása, vagyis a Balkán a meghódítása. Itt négy római makedón háborúról beszélhetünk, amelynek a végén 5. Filippos király és fia Perseus kénytelenek voltak igazából elestek a háborúban, illetve kénytelenek voltak behódolni. Következett a földközi tenger keleti vidékének, keleti medencéjének, illetve a közel-keletnek a meghódítása. Ahhoz, hogy Róma ennyire hatékonyan ter terjeszkedni tudjon, szüksége volt szüksége volt egy nagyon jól működő hadszervezetre, illetve a hadseregre. A római hadseregnek az egységei a légiók voltak, amikor már több légióról beszélhetünk, ugyanis a királyság korszakában a teljes római hadsereget egy légió adta. A római hadsereg volt a korszaknak a legjobban kiképzett, legjobban felszerelt, legjobban vezetett és legfegyelmezettebb hadserege, és ennek köszönhetően, ennek köszönhetően tudott ekkora területeket meghódítani. Meghódított területeken a rómaiak provinciákat, tartományokat szerveznek, ezeknek a határait próbálják úgy meghúzni, hogy támaszkodjanak a természetes védvonalakra, például Közép-Európában az Elba, illetve a Duna a vonala, a Rajna, illetve a Dunafolyóknak a vonala, és amennyiben lehet akkor a hegyek, például a Kárpátok, később Dácia provincia idején. Meghódított területeken a császárság korára kialakulnak a római civilizációra jellemző településtípusok, az első a vikus, vagyis a falvak, és a második a civitas, a városok, amelyeknek két, két kategóriája volt, az alacsonyabb rangú volt a municipium, illetve a magasabb rangú volt a kolónia, és ugyancsak a meghódított területeken vette kezdetét az úgynevezett romanizációs folyamat, az sodási folyamat, amelynek eredményeként a meghódított népek átvették a rómaiaknak a kultúráját, átvették a szokásait, átvették a nyelvet, mondhatni beolvadtak a római civilizációba. Róma terjeszkedésétől kezdődően fokozatosan beszélhetünk a római köztársaság válságáról, ugyanis a megnövekedett területek egyre több katonát igényelnek, és ez hosszú távon gazdasági válságot eredményezett, ugyanis amíg a katonák háborúztak, addig birtokaik, birtokaik hanyatlásnak indultak. Teljes köztársasági időszak alatt, ahogy már mondtam, jelen van az ellentét a patriciusok, illetve a plebejusok, pre az optimaták és a populárisok között. Komoly polgárjogi kérdésekkel kell szembenéznie a római köztársaságnak. A nagyon sok háború rengeteg anyagi forrást felemésztett, nehézkes volt a kormányzat és lassú volt a döntéshozatar. Két nagy rabszolgalázadás rázta meg alapjaiban a római birodalmat, az első a Salvius vezette rabszolgalázadás, és a másik a Spartacus vezette rabszolgalázadás, és ezen felül külső támadásoknak, támadásokkal is szembe kellett néznie a római köztársaságnak. Természetesen a rómaiak próbáltak erre különböző megoldásokat találni, mint például a fivéreknek a reformja, akik próbálták a kisbirtokot kisbírtokok számát növelni azért, hogy társadalminak stabilizálódjon a római társadalom. Második volt Máriusnak a hadseregreformja, amely szerint bárkit felvettek a római hadseregbe és a zsoldosként, és 16 év szolgálat után leszerelték őket és földet kaptak veteránként. Ugyancsak megoldási kísérlet volt Szurla diktatúrájának a bevezetése, amely véres polgárháborúba torkolott, és ugyanilyen megoldási kísérlet volt, volt az első triumvirátusnak a létrejötte, vagyis Cézár, Pompeius és Crassusnak a megegyezése, hogy kölcsönösen támogatják egymást. Crassus irányított a Szíriát, Pompeius Hispániát, illetve Julius Cézár Galliát, amelynek a meghódítása még folyamatban volt. Sajnálatos módon ezek a, tehát ez a megegyezés, ez a megoldás sem tartott túl sokáig, és az első triumvirátus felbomlott, Cézár Krasszus meghalt Szíriában, Pompeius és Cézár egymás ellen fordultak, és újabb véres polgárháború következett. Hagyomány szerint ennek keretében mondta Julius Cézár azt a bizonyos Aleajakta ezt kocka el van vetve, című mondatát, amikor is útban Róma fele, útban Itália fele Átkelt a Rubikon folyón, amely tulajdonképpen határt képezett Gallia-Cisalpina tartomány és Itália között. Ezt a polgárháborút Cézár nyerte meg, és fokozatosan kiépítette saját rendszerét, átszervezte a gazdaságot, átszervezte az adózást, teljes egészében megváltoztatta az államszervezetet, letelepítette a veteránokat, módosította az addig eléggé nagy hiba határral működő római naptárat, ugye ez lesz majd a Julianus naptár, lezárta Crassusnak a keleti háborúit, és teljes egészében meghódította a Galliát is. Viszont időközben akkora hatalomra tetszett, hogy a kortársait kortársai veszélyesnek ítélték ezt, így Cézárt meggyilkolták, ugye ekkor hangzott el ugyancsak Cézár szájából hagyomány szerint az a mondat, hogy te is fiam Brutus, ugyanis gyilkosai között volt a saját nevelt fia is. Cézár halála után megalakul a második triumvirátus, amelynek tagjai Cézárnak az unoka se Oktáviánus, Cézárnak a hadvezére Marcus Antonius, illetve a kor kipróbált hadvezére Lepidus, viszont hamarosan Lepidus visszavonul, és újabb polgárháború veszi kezdetét Oktáviánus, illetve Marcus Antonius között. Marcus Antonius Egyiptom haderejére illetve Kleopátra királynőre támaszkodott, ennek ellenére elveszítette a polgárháborút abban a bizonyos aktiumi tengeri ütközetben, mindketten, tehát Marcus Antonius és Kleopátra is meghaltak, és ettől kezdődően Octavianus elkezdhette képíteni a saját egyeduralmát. Először is megszüntette a bizonyos egyiptomi hellenisztikus királyságot, amely ezután Octavianusnak a személyes birtoka lesz, sorozatos cenzori konzuli megbizatásot megbízatásokat kap, ő lesz az első a szenátorok jegyzék, jegyzékében a princeps szenátus, majd aztán kortársak nagy meglepetésére lemondott minden tisztségéről, és ezután ruházta fel a senátus az Augustus a felséges uh, titulussal, és ettől kezdve a, meg, ettől kezdve a megszólítása imperátor Gaius Julius Caesar Augustus Divi Filius volt, amely uh, már Cézárnak az isteni származását, az isteni jellegét is előrevetítette. Későbbiekben megszerezte a néptribunus tisztséget, Pontifex Maximus lett, vagyis római főpap, illetve megkapta a hazatja titulust, a Pater Patriae titulust. Cézár kezdte el ki, elnézést, oktáviánus kezdte el kiépíteni a római császárságnak a rendszerét. Ettkortól kezdve beszélhetünk császári adminisztrációról, amikor is a császárnak a hatáskörében betartozott tartozott a hadseregnek az irányítása, a pénzverés, a kül- belpolitikának az irányítása, császári magánkincstárnak a létrehozása, és ebben az időszakban még látszatra fennmaradt, fennmaradt a szenátusnak a törvényhozó hatalma egészen 284-ig. Augustus átszervezte a provinciákat is, ettől kezdve lesznek császári provinciák, amelyek a birodalomnak a határvidékén határvidékén voltak és folyamatos veszélynek voltak kitéve, illetve beszélhetünk szenátusi provinciákról is, amelyek a birodalomnak a belső, mondja, mi már pacifikált, nyugodtabb területein voltak. Komoly gazdasági változások kezdődnek, a kis birtokok felszámolódnak, és a nagy birtokok a latifundiumok terjednek el, az állami földeket beolvasztották a császári birtokokba, és Itália erre inkább a luxus, luxus cikkek termelésére tud koncentrálni, mivel az olcsó cserépedény, illetve gabona tartományokból érkezve elárasztotta Itáliát. Birodalmon belül és kívül kereskedelmi virágzás veszi kezdetét, és ekkortól beszélhetünk a római birodalomnak a békés és a békés kérül a Pax Románáról. Római császárság időszakában ritka az egyenesági örökösök, leginkább az adoptáció rendszere működik, vagyis a császár örökbe fogadta kiszemelt utódját, és halála után ő lépett trónra. Ahogy már mondtam, császár, római császárságnak két időszaka van, az első a principátus, ezen belül öt nagy dinasztiáról beszélhetünk, a Julius Claudius, a Flavius, az Antonius és a Severus dinasztia, illetve a katonacsászárok és az illír császároknak a koráról. Ezek közül a legjelentősebbek mondhatni Kaligula, illetve Néró mindketten komoly őrület mutatták. A császárkornak a fénykora nyugodt periódus, az az Antonius dinasztiának a kora volt Hadrianus, Antonius Pius, illetve Marcus Aurelius uralkodása alatt. Caracalla a 200-as évek elején minden szabad rómainak római polgárjogot adott, viszont ekkor ettől kezdődően, hogy megindult a népvándorlásnak az első nagy hulláma, sorozatosan váltják egymást a császárok, ugyanis a hadsereg maga nevezi ki saját maga vezéreit a császári trónra. A római császárságnak a második időszaka a dominátus, amikor is már a császár egyeduralkodó, dominus, dominus et deus lesz, és a polgárok egyszerű alattvalóká válnak. Ebben az időszakban beszélhetünk a tetrarhiáról, Diokleciánus császárnak a rendszeréről, amikor is egy időben két császár, illetve két Augustus címmel, illetve két helyettes császár, Cézár címmel uralkodott. Ekkortól beszélhetünk a Konstantinus, Konstantinus dinasztiáról, nagy Konstantin császárnak az uralkodása, illetve az utolsó kettő az a Valentinianus, illetve a Teodosius dinasztia. Császáskorban újabb jelentős hódítások zajlanak, ekkor sikerül meghódítani Közép-Európát az Elba és a Dunavonaláig, Brit-szigeteket, Észak-Afrikát, Balkánfélszigetet a, Észak Balkánfél a Dunavonaláig, majd Dácsiát, Kis-Ázsia keleti felét, Mezopotámiát és Arábia Északnyugati részét. Igazából a római birodalom Trajanus császár időszakában, Trajanus császár halálakor 117-ben érte el a legnagyobb kiterjedését. Trajanus császárhoz köthető Dáciának a meghódítása is, amelynek a célja egy veszélyes népcsoportnak a pacifikálása, illetve jelentős nyersanyag lelőhelyek és bányáknak a megszerzése. Két háborús periódussal sikerül a dákokat meghódítani, az első volt Domitianus császár időszakában, illetve a másikat már Trajanus császár vezette, amelynek végén is a második dákrómai háború után 105 befejezőleg sikerül a Dák államot teljes egészében elfoglalni, a Dák állam megszűnik, és Dácia római tartományá, római provinciává válik egészen 271-ig, vagyis Auréliánus császár időszakáig. A Rómaiak csak is azokat a területeket kebelezték be, amelyek védhetőek, az erdélyi medence övezve a Kárpátokkal, az Oltmaros Tisza, illetve az Oltmaros Tisza folyóknak a vonalán. Többször átszervezték ebben a 165 évben a tartományt jelentős katonai jelenlét volt, a 33 légióból kettő állandóan a Dák területen tartózkodott, elindul az urbanizációs folyamat, és itt is kezdezét veszi a romanizáció az erómai sodás. Ahogy már említettem, a 200-as évek közepétől kezdődően római császárság válságba kerül, hadsereg hatalma fokozatosan növekedik, az óriási területeket egyre nehezebb adminisztrálni, illetve védeni. Jelentős és nagyon-nagyon komoly az infláció, és nem sikerül a birodalom jelentős jövedelmeit megfelelően koncentrálni, és a birodalmat több oldalról is a népvándorlás, különböző, népvándorlás korszakának különböző vándornépei szorongatják. Igazából elmondhatjuk azt, hogy a 170-es évektől kezdődően Markus Aurelian, Aurelius császár uralmától kezdődően a birodalom kénytelen defenzív háborúkat folytatni. A harmadik század közepétől kénytelen bizonyos területeket feladni, ugye, igazából ugye 271-ben a tartományt, és ennek a bomlási folyamatnak rövid, rövid időre sikerül útját állni a Diokléciánus császárnak a tetrarchia rendszerének, illet, rendszerével, illetve Nagy Konstantin császárnak a saját maga uralmával, viszont a 370-es évektől kezdődően egyre több és több népcsoportos somolja a birodalomnak a határait. Mindezzel odáig eljutunk, hogy a 378-ban már a gótok elindulnak és betelepednek a Dunától délre, római birodalom területére. Viszont mivel a császári adminisztráció nem tudott a legmegfelelőbb módon működni, ezért 378-ban a Hadrianopoliszi csatában a gótok legyőzik a római hadsereget, itt hal meg Valens császár, és későbbiekben ennek ellenére Teodosius úgy dönt, Teodosius császár úgy dönt, hogy betelepíti a gótokat a birodalom területére egy egészen új státussal. Ez az a bizonyos föderáti jog, amely azt jelenti, hogy a birodalmon belül saját vezetésük alatt működhettek. Időközben a kereszténység annyira elterjedt, hogy a többszöri keresztény üldözések után 313-ban Nagy Konstantina Milánói ediktummal megtűnt, megtűrt, megengedett vallásá teszi, majd 394-ben Teodosius császár államvallásá teszi, vagyis ettől kezdve csak is a keresztény vallás az, amely megengedett lesz a római birodalmon belül. Nagy Teodosiushoz köthető 395-ben az a bizonyos végrendelet, amelyel az egységes római birodalom az megszűnik, Teodosius császár két fia között elosztotta a birodalmat, Honorius kapta a nyugatrómai birodalmat, amelynek lesz a fővárosa Róma, majd 402-től Ravenna, mivel az sokkal inkább védhető, illetve Arkádius kapta a keletrómai birodalmat Konstantinápoly központtal. Nyugat-római birodalom bukása igazából eddig folyamatosan odázva volt, de a 4. az 5. század közepén már végérvényesen közeledik, ugyanis mindkét császár kiskorú, helyettük megbízottak uralkodnak, ami jelentősen jelentősen ront az adminisztrációnak a hatásfokán. A sorozatos támadások következtében előbb a Dunai, majd a Rajnai Limesz omlik össze, és idegen népcsoportok terül, telepednek be a birodalom területeire, amelynek az lesz a következménye, hogy ezek a területek felett a központi hatalomnak az ellenőrzése teljes egészében megszűnik. 410-ben a Rómát elfoglalják a gótok, majd Dél-Galliában önálló királyságot alapítanak. 429-ben a vandálok létrehozzák a saját maguk királyságát Észak-Afrikában, és időközben beszélhetünk a Hun birodalomnak a fénykoráról Attila Hun király idejében, aki már Rómát fenyegette, és el lehet mondani, hogy talán a római birodalom utolsó jelentős győzelme az a 451-es katalaunumi ütközet, amikor sikerül Attila hunnyait megállítani. 455-ben két évvel a Hun birodalom felbomlása után a vandálok kirabolják és e, végigdúlják Rómát, ezután beszélhetünk a vandalizmusról, tulajdonképpen ez a történelmi esemény az, amely felszínre hozta az illető vándornépnek a kegyetlenségét, és a következő 21 év az folyamatos e, császárok, folyamatosan a császároknak a cseréjéről szólt nyugaton, ami azzal végződött, hogy 476-ban Odoáker lemondatja az utolsó római császárta a kiskorú Rómulus augustulus -t, A császári jelvényeket elküldi Konstantinápolyban Zénon császárhoz, és ezzel jelzi azt, hogy a nyugatrómai birodalom az megszűnt, saját magát Itália királyának nyilvánította, és ettől kezdve a keletrómai birodalom lesz a római birodalom kultúrájának, a letéteményese a keletrómai császárok lesznek azok, akik akik a császári címet viselik egészen 800-ig, amikor is Nagy Károly Frank király fogja koronáztatni magát. A mellékelt térképen látható a különböző a vándornépeknek a különböző támadásai, illetve ezen a térképen látható az, hogy gyakorlatilag a Balkán félszigetől nyugatra történt az a bizonyos kettéosztás, vagyis ekkortól 395-től kezdődően a nyugati területek ugye a nyugat-római birodalomnak a részei lesznek, illetve a keleti területek a kelet-római birodalomnak a részei lesznek. Azzal, hogy a római birodalomnak sikerült ekkora területeket meghódítania és ekkora területeket bekebe bekebeleznie, egyértelműen hozzájárult a mai Európának a kultúrájához, a civilizációjának a kialakulásáról kialakulásához. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mai napra ennyi lett volna, és a következő téma a Telesuliban az a római kultúra és civilizáció lesz. Köszönöm szépen.